Kócsó László vagyok, egy olyan ember, aki nagyon utálja az ilyen mókusvakítós, szájbarágos, meggyőzős dumákat, és mérhetetlenül büszke vagyok arra, hogy úgy sikerült felépítenem egy nagy MLM hálózatot, hogy nem kellett meghasonlulnom önmagammal, hanem lazán, barátilag tudtam beszélgetni emberekkel olyan értékekről, ami számra fontos. És az ötletem támadt, hogy lenne, hogyha itt a kertbe beszélgetnénk egy kicsit arról, hogy mi is az az üzlet igazából, mi is az, hogy MLM is. És talán sikerül egy másik oldalát megmutatni egy olyan ember számára, aki most itt nem kapcsolja ki. Azért, mert elhalazott ez a három betű szó, hogy MLM. Hanem nyitott annyira, hogy esetleg egy másik nézőpontból is meghallgasson egy véleményt. Online marketinggel foglalkoztam, volt egy sikeres vállalkozásunk, de 7 év után egy kicsit elfáradtam. Tehát rá kellett jönnöm, hogy nem működik nélkülem a vállalkozás, minden nap be kell mennem, és valami szabadabb életre vágytam. Szabadabb életre a saját magam számára, a családom számára. Nagyon sokan megkerestek különböző network marketing üzletekkel, viszont soha nem csatlakoztam, mert nagyon nem tetszett az. Nagyon távol áll tőlem az, amit egy ilyen jellegű üzletben kell csinálni. És amikor elkezdtem keresgélni, hogy merre tovább, hogyan tudnák egy szabadabb életet élni, akkor felmerült a network marketing is, mint lehetőség, és támadt egy ötletem, hogy mi lenne, hogyha az online marketingben szerzett tapasztalataimat felhasználva felépítenék egy óriási online network marketing üzletet. Nagyon fókuszáltan elkezdtem keresgélni, és nagyon alaposan megnéztem nagyon sok network marketing vállalkozást. Kiváló cégekkel találkoztam, fantasztikus termékekkel, viszont volt egy érzésem, ami minden esetben azonos volt, hogy valahogy a termékek, amiket ezek a network marketing cégek kínálnak, azok drágák. Nyilvánvalóan megvédték ezt azzal, hogy nagyon jó minőségűek, de én akkor is azt gondoltam, hogy drágák. Tehát ez volt az elsődleges problémám. A másik az, hogy valami olyasmit kommunikáltak ezek a cégek, amit én úgy nem tudtam fölvállalni. Ezzel nem azt értem, hogy ők rossz dolgot mondanak, vagy nem igaz dolgokat, hanem én nem akartam olyan áron sikeres lenni. Tehát számomra fontos volt az, hogy ne csak akkor érezzem jól magam, mikor elérek egy célt, hanem az úton is, közben is jól tudjam érezni, és minden pillanatot föl tudjak vállalni. Ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy mókusmokítás mentesen dolgozzak. Tehát így kezdődött, és nagyon sokáig kellett keresnem, még egy megfelelő céget találtam. A network marketinggel kapcsolatban alapjaival nem voltak jó érzéseim. Láttam, hogy az üzleti modell az egy működő modell, viszont hogy a 10 ember véleményét megkérdezzük a network marketingről, valószínűleg 9,5 teljesen elutasító. És ugye miközben keresgéltem, én nagyon objektívan, még mint kívülálló vizsgáltam ezt a problémát. És azt láttam, hogy az embereknek nem alapjába véve a network marketinggel van problémájuk, hanem van valami negatív élményük a network marketinggel kapcsolatban. És hogyha ezt a gondolatmenetet tovább fűztem, akkor azt láttam, hogy az embereknek nem az a problémájuk, hogy nem lettek sikeresek egy network marketing üzletben, hanem az, hogy pénzt veszítettek. És ugye, hol lehet pénzt veszíteni egy network marketing üzletben? Én azon három területen. Az egyik a magas belépőcsomag, tehát hogyha meg kell vásárolnom ahhoz, hogy az üzletnek a részese lehessek egy nagy kezdőcsomagot, akkor itt tudok pénzt veszíteni, ha nem leszek sikeres. A másik a képzések. Nagyon sok olyan MLM céget látok, aki nem is MLM cég, hanem oktatási vállalkozás, és ott profitálnak, hogy drága képzéseket tartanak. Itt lehet pénzt veszteni, és nyilván van rezsiköltségen lehet pénzt veszteni, az, hogy utazok, telefonálok, stb. És azt mondtam, hogy nekem az elsődleges pont, hogy egy olyan üzletet építsek föl, ahol az emberek nem tudnak pénzt veszíteni. Tehát mindenképpen egy olyan céget kellett találnom, ahol nincsenek magas kezdőcsomagok. Mindenképpen arra kellett vigyáznom, hogy a mi cégünknél a képzés ingyenes legyen. Mondjuk az online marketingnek ez egy előnye, hogy minden képzést meg lehet oldani online. És nyilvánvalóan, mivel online lehet csinálni, ezért nem
jelentkeznek a hagyományos költségek, tehát a telefon, gépkocsi és egyéb kiadások. Tehát nagyon fontos volt számomra, hogy egy olyan céget találjak, akivel úgy tudok együtt dolgozni, hogy az alsóvonal nem tud pénzt veszíteni. Ugye manapság azt lehet látni, hogy az MLM egyre jobban hasonlít a show businesshez, és óriási ígéreteket adnak a cégek, és a motiváción van a kulcsszerep. Én viszont egy ilyen otthonülős üzletet képzeltem el, ahol ezeknek sokkal kisebb jelentősége van. Tehát nagyon hittem benne, hogy lehet másképp is csinálni egy ilyen jellegű üzletet. Tehát, hogyha valaki megkeresett engem egy ilyen jellegű üzleti lehetőséggel, akkor mindig azt láttam, hogy folyamatosan arról beszél, hogy nekem miért jó. Nekem miért jó ez a lehetőség, nekem miért jó ez a termék. És én azt gondolom, hogy az igazi network marketing üzlet az nem a meggyőzésről szól, hanem a tájékoztatásról. Én úgy építettem föl a mi üzletünket, hogy mindig arról beszéltem, hogy nekem miért jó. Én miért kezdtem el foglalkozni ezzel az üzletbe, és miért használom ezeket a termékeket. És majd az emberek eldöntik azt, hogy ők szeretnék-e kipróbálni ezt a terméket, szeretnének-e hasonló módon dolgozni. Tehát számomra nagyon fontos az, hogy én nem mindenkivel akarok együtt dolgozni, hanem azokkal az emberekkel, akik ugyanúgy gondolkodnak, mint én. Az MLM üzlet maga az egy nagyon távfogalom. Nagyon sok pilótajáték visszaél az MLM fogalmával, és hát legtöbb MLM üzletnek manapság az ígéret, hogy figyelj hozzá két embert, és akkor milliómos leszel. Tehát én azt gondolom, hogy az igazi MLM arról szól, hogy én elégedett vagyok egy termékkel, ezt elmondom másoknak, akkor is elmondanám, hogyha ez nem MLM üzlet lenne, és hogyha ő hisz nekem annyira, hogy hajlandó kipróbálni ezt a terméket, mert nekem jó, akkor működik. Ez egy nagyon jó kérdés, és egy nagyon fontos kérdés. Nem volt azért olyan egyenes út, hiszen én is elkövettem először azt a hibát, hogy amikor úgy gondoltam, hogy hoppá, megtaláltam azt, amit keresgéltem, megtaláltam azt a termékkört, amit én keresgéltem, akkor belelkesedtem és elborultam. Tehát nem néztem meg azokat a dolgokat, amiket amúgy le volt írva, hogy meg kellene nézni. Tehát nyilvánvalóan én nem tekintem magamat egy MLM zsoldosnak. Tehát nekem fontos az, hogy milyen a cég, milyen a termék. És azt mondtam, hogy csak olyan termék érdekel, amit az emberek akkor is megvennének, hogyha nem az MLM üzletben lenne értékesítve. Tehát, hogyha az üzletet levesszük róla, akkor ugyanolyan az áron, ugyanolyan minőségben azt a terméket levennék egy áruházpolcáról. És ráadásul egy olyan terméket kerestem, amire az embereknek szükségük van. Tehát, ahol nem kell igényfelmérést csinálni és bemutatni nekik, hogy figyelj, te ezt még nem tudtad, de neked szükséged van erre a termékre. És hogy amikor találkoztam a kávéval először, akkor azt mondtam, hogy igen, ez az. Ez a termék, amit kerestem. Igen, ez az embereknek szükségük van. Nem kell róla beszélni, hogy te akarsz inni kávét vagy sem. Azt kell eldöntened, hogy ki akarsz-e próbálni egy másikféle kávét. Viszont az első cég, akivel találkoztam, az nagyon rövid úton kiderült, hogy hát nem komoly. És másodjára nem akartam hibázni. Tehát ez szerencsére gyorsan kiderült az első cégről, és akkor leültem, megálltam egy pillanatot, és azt mondtam, hogy oké, ide nekem az összes piaci szereplőt, nézzek meg mindenkinek minden termékét. Így találkoztam a DXN-nel, és távolról úgy tűnt, hogy a DXN a legjobb. De akkor ez már nekem nem volt elég, hanem azt mondtam, oké, akkor nézzük meg, hogy ki ez a DXN. Ugye ez volt 2008 nyarán, és kiutaztam Malajziába személyesen lecsekkolni a céget. Ugye MLM-es tankönyvekben le van már írva az, hogy mi alapján kell választani céget, hány éves, rendelkezik-e saját termelőkapacitással, vannak-e olyan vezetői, aki a kezdetektől ott vannak, hányszor változtatta meg a marketing tervét, stb. És határozottan úgy nézett ki, hogy a DXN az a cég, akit én keresek, és kiutaztam Malajziába is, személyesen is meggyőződtem erről. Amikor ezt láttam, akkor azt mondtam, hogy oké, akkor húzzunk bele, hiszen azért itt volt egy aprócska kihívás ebben a dologban, hogy a cég nem volt itt Európában. Tehát nekem kellett idehoznom, és nekem kellett elmondanom először, hogy van egy ilyen lehetőség, ami nyilvánvalóan nem egy egyszerű dolog, hiszen még mai napig is nagyon sok emberben az a kép él el, azt mondom tévesen, hogy azok keresik a legtöbbet az MLM üzletben, akik elindítják, az a pilóta játékokra igaz, az MLM üzletben azok keresik a legtöbbet, akik a legjobban csinálják, és a legfókuszáltabban. Amikor én kiutaztam Malajziába, akkor már hallottam egy-két cégtől azt, hogy neki van a legnagyobb ganoderma ültetvénye a világon, és számomra nagyon megnyugtató volt az, hogy
Kuala Lumpurban, a szálloda halljában, amikor levettem egy utazási prospektus Kedak tartományról, ahol a Dékszen található, és benne volt, hogy látogass meg a világ legnagyobb ganoderma ültetvényét, a Dékszen ültetvényét, hiszen ez egy nyilvános ültetvény, bárki bemehet. Akkor, amikor leszálltam a repülőről, akkor egy óriás plakátot láttam, amit nem az én kedvem értettek oda, amin az állt, hogy a Dékszen Malajzia a legnagyobb emelem exportőre. Nagyon, nagyon meggyőző volt számomra az, hogy láttam az ültetvényeket, láttam a gyárat, és ugye a cégnek van egy koncepciója, ami igazából választ adott számomra a legkritikusabb problémára, amit az elején említettem, az árra. Ez az úgynevezett One Dragon koncepció. Ez azt jelenti, hogy a cég mindent egy kézben tart. Tehát saját ültetvényei vannak, saját gyárai vannak, saját fogyasztói hálózata, saját terjesztői hálózata, és ez nem csak a minőségre a garancia, hanem az ára is. Tehát én most azzal a nyugalommal ülök itt, egy olyan időszakban, amikor havonta jelenik meg egy új ganodermás kávész cég, hogy tudom azt, hogy ugyanezt a minőséget más cég nem tudja ugyanezen az áron előállítani. És a mi termékeink árai, azok mindenki számára elérhetőek. Tehát, hogyha holnaptól nekem semmi közöm nem volna ez az MLM üzlethez, akkor is megvenném ezeket a termékeket, mert nem tudom ugyanezt a minőséget máshol ugyanilyen áron, vagy ennél olcsóbban beszerezni. Az, hogy én miért is vagyok itt ebben az üzletben, annak egy nagyon egyszerű oka van, mert itt van kávé, van egészséges kávé, van ganodermás kávé. És ugye a kávénak üzleti szempontból van néhány olyan tulajdonsága, amit én úgy szoktam mondani, hogy mindent visz. Ugye az egyik ilyen dolog, hogy az emberek azok nem felejtik el a kávéjukat meginni. Tehát én nem találkoztam még olyan emberrel, aki délelőtt 11 órakor a homlokára csapott volna, hogy hoppá, elfelejtettem meginni a reggeli kávémat. Azt tapasztalom, hogy az emberek nem akarnak lemondani a kávéjukról. Tehát manapság lehet ilyeneket hallani, hogy gazdasági válság van, az emberek kevesebbet költenek, de ez nem a kávépiacra jellemző. Tehát lehet, hogy valakinek most nem lett munkája, de a kávéját, a mindennapi kávéját meg fogja inni. És ami még ennél is fontosabb, hogy az emberek többsége az nem kávéfogyasztó, hanem kávéfüggő. És nem tudja úgy elképzelni a napját, hogy ne igye meg a kávéját, minden áron ragaszkodik hozzá. És azt tapasztalom, hogy azok az emberek, akik kipróbálják a ganodermás kávét, azok egy idő után nem kávéfüggők lesznek, hanem ganodermás kávéfüggők. Tehát nem tudják meginni a hagyományos kávét. Hogy ennek mi az oka? Nagyon egyszerű, az embernek az ízlelő bimbóját alakulnak. Tehát, hogyha elkezd fogyasztani egy olyan kávét, amiben nincsenek adalékanyagok, természetes a feldolgozási eljárása, nincsen sersav tartalma, viszont benne van egy nagyon hatékony gyógygomba, ezért egy idő után a szervezete megszokja a jót. És amikor majd megkóstol egy hagyományos kávét, amiben van ízfokozó színezék, rengeteg csodálatos anyag, akkor utóíze lesz neki. Tehát ez nem a cég ígérete, nem az én ígéretem, ez egy tapasztalat, amit én itt látok folyamatosan, hogy azok, akik elkezdik fogyasztani ezt a terméket, néhány hónap után egyszerűen nem tudják meginni a hagyományos kávéjukat. A legfontosabb érv számomra az üzlet mellett az volt, hogy mindenkinek rengeteg kávéfogyasztó ismerőse van. És ugye, amikor vizsgálgattam az MLM-es iparágat, akkor azt láttam, hogy az emberek többsége, mert az első lépésnél elbukik. Ugye az első lépés egy klasszikus MLM üzletben az, amikor ugye azt mondja a szponzor, hogy figyelj, a nagy üzletet akarsz, írjál össze ennyi és ennyi nevet, akik sikeresek, gazdagok akarnak lenni, változtatni akarnak, stb. Hívd meg őket egy családi bemutatóra, egy termékbemutatóra, egy üzleti bemutatóra, és majd én ott elmondom nekik a frankót. És azt tapasztaltam, hogy az embereknek az MLM-es karrierje ezen a ponton ketté is törik. Mert kit írjak fel a listára, melyik ismerősömet hívjam meg. És ebben az üzletben ilyen nincs. Tehát nem kell névlistát írni, mert egy akkora aranybánya áll mindenkinek rendelkezésére, hiszen mindenki rengeteg kávéfogyasztó embert ismer. Ugye, ha másik oldalról akarom megközelíteni, akkor viszont amikor tanulmányoztam ezt az üzletet, akkor azt láttam, hogy az emberek többsége azért nem csatlakozik egy MLM üzlethez, mert nem tudja elképzelni magáról, hogy sikeres lehet. Tehát és nem akar Westenstein kijönni, kitalál valami kifogást, és nem csatlakozik. Holott azért nem csatlakozik, mert nem tudja, hogy kiket hívjon meg a termékbemutatóra. És én azt szoktam mondani azoknak az embereknek, akik bizonytalanak abban, hogy ők most sikeresek lehetnek-e a DXN üzletbe, hogy
figyelj, próbáld meg összeírni azoknak az ismerőseidnek a neveit, akikről tudod, hogy kávéfogyasztók. És látni fogod, hogy nem tudod befejezni ezt a listát. Tehát neked is van egy óriási kapcsolatrendszered, akinek tudsz beszélni nem az MLM üzletről, mert te még nem vagy egy üzletember, nem úgy ismernek téged, tudsz beszélni a kávéval szerzett tapasztalatairól. És nagyon fontos, hogy említettem, hogy nem szoktam termékbemutatót tartani. Tehát engem nem maga a termék érdekel, hanem a terméknek a hatása. És nem azt mondom, hogy akkor lehet valaki sikeres a mi üzletünkben, hogyha kisöpri a fürdőszobáját, meg a konyháját, és csak dékszenes termékeket fogyaszt. És mindent lecserél olyan termékre, ami a dékszen elérhető. Én mindig azt mondom, hogy mindenki azokat a termékeket használja, amire neki szüksége van. És hogyha egy másik termék szerint a jobb, akkor fogyaszta azt a terméket. Tehát nem ezen múlik az üzleti siker. Az üzleti siker azon múlik, hogy amit használok, arról meg vagyok győződve, hogy akkor is fogyasztanám, ha ez nem MLM üzletben lenne. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy én ezt a kávét akkor is ezt fogyasztanám, hogyha semmilyen üzleti érdekem nem fűződne hozzá. És ezt ez igazán magabiztossá. Ez nagyon érdekes, mert igazából én úgy építettem fel ezt a nagy üzletet, hogy soha nem tartottam termékbemutatót. Azt gondolom, hogy előadói oldalról bármit is mondok én a termékekről, az nagyon ilyen ügynökszagú. Tehát igazából én két termékkel dolgozok, az egyik a kávé, és amikor a kávéról beszélek, akkor a saját tapasztalatomról beszélek, illetve arról, hogy nagyon egyszerű a helyzet, hiszen az illetőnek egyetlen egy dologról kell döntenie, hogy hajlandó-e kipróbálni egy másfajta kávét. Tehát azt a minimális kockázatot úgymond vállalja, hogy megkóstol egy kávét, és hogyha ízlik neki, akkor esetleg kipróbálja, hogy nála is ugyanaz működik-e, mint nálam. Ugye a kávéval egyetlen egy probléma van, hogy nem olyan jók a statisztikái. Tehát lehet találkozni olyan emberrel, aki nem kávézik. Ugye egyes kutatások szerint a felnőtt lakosságnak mindössze, ezt idézőbe tenném, a 83% a kávéfogyasztó, illetve sokkal inkább kávéfüggő. Viszont van egy másik termékünk, aminek sokkal jobbak a statisztikái. Egyes kutatások szerint a felnőtt lakosságnak a 99% az naponta mosakszik. Ezért én a másik termék, amivel dolgozok, az a szappan. Mert ha valaki nem kávézik, akkor valószínűleg szappant azért használ, vagy valamilyen más alternatív megoldást. És igazából ez a két termék az, ami szerintem mindenkinél működik. Tehát a kávé annál, aki kávéfogyasztó, a szappan annál, aki mosakszik. És bárki ki tudja próbálni, a kávénál néhány napon belül érezhető a különbség, a szappannál azonnal érezhető a különbség. Kedvenc mondásom az, hogy nem azért mondom, hogy jó a kávé, mert ebben az üzletben vagyok, hanem azért vagyok ebben az üzletben, mert a kávé jó. És ez óriási különbség. Ugye én nem vagyok sem élelmiszeripari mérnök, nem vagyok sem orvos, sem természetgyógyász. Ezért teljesen mindegy, hogy én mit mondok, nem lehetek hiteles a termékekkel kapcsolatban. És azt gondolom, nem is az számít, amit én mondok, hanem az, amit az illető tapasztal. És itt utalnék vissza megint a termék árára, hogy szerencsére abban a helyzetben vagyunk, hogy bárki kipróbálhatja a termékeket, bárki megengedheti magának, és nem nekem kell hinni, nem egy MLM-es ügynöknek, hanem a saját tapasztalatának. És ez ilyen mérhetetlen nyugalommal és lazassággal tud eltölteni. Nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert a cégnél óriási tapasztalatai tőke van a termékekkel kapcsolatban. Tehát nekem egy pillanatig sem kell orvos-természetgyógyászt játszanom, hanem azt mondom, hogy figyelj, nem értek hozzá, én azt szoktam mondani, hogy nem is érdekel, tudom, hogy működik, és a cég tud rá válaszolni. Tehát a cégnél vannak ganoterapeuták, a cégnél vannak orvosok, és ők hitelesen, hiszen ez a szakmájuk, el tudják mondani a tapasztalataikat, és tudnak megoldást nyújtani a te problémádra. Én nem gyógyítok, nem vagyok gyógyító, nem vagyok sem orvos, sem természetgyógyász. A cégnek több mint 100 féle terméke van, nagyon sok területet lefed, tehát vannak élelmiszerek, vannak étrendkiegészítők, vannak személyes higiéniás termékek, vannak kozmetikumok, de úgy tudtam felépíteni egy üzletet, hogy nem ismerem az összes terméket, és nem kellett ezekről bemutatót tartanom. Viszont azzal a megnyugvással tudom mondani az embereknek, hogy figyelj, próbáld ki, tapasztald meg, ne az üzlet miatt dönts, hanem a termék miatt. Ez nagyon lényeges volt számomra, hogy én nem egy
üzleti networköt építek, hanem egy fogyasztói hálózatot. Úgyis a fogyasztói hálózat adja a stabilitást. Nagyon sok MLM-es vezetőt ismerek, akinek voltak nagyon magas jövedelmei. De a havi jövedelme attól függ, hogy hány új ember csatlakozik hozzá havonta magas kezdőcsomaggal. Viszont az MLM-nek ugye a legnagyobb ígérete a passzív jövedelem, és a passzív jövedelem a fogyasztókból van. Tehát azokból a fogyasztókból van a stabil jövedelem, akik az üzlettől függetlenül a terméket vásárolják. Tehát nagyon lényeges volt számomra, hogy egy fogyasztói hálózatot építsek föl, és ezért is mindig a termékre helyeztem a hangsúlyt. Nem szeretem a számokat. Van egy mondás, hogy ha a számokra fókuszálunk, akkor a vízió az háttérbe szorul, viszont hogyha a vízióra fókuszálunk, akkor a számok rendben lesznek. Tehát én amikor elkezdtem foglalkozni MLM üzlettel, akkor tudtam azt, hogyha jól csinálom, akkor sok pénzt lehet vele keresni. És nem érdekelt az, hogy mennyi a százalék különbség. Tehát nem mélyedtem el a marketing tervbe. Nyilvánvalóan megnéztem a DX-nek a marketing tervét, és láttam benne a legfontosabb dolgot számomra, hogy nincsenek kötelezettségek. Tehát volt egy ilyen déjà vu érzésem, hogy hú, végre itt egy cég, aki felnőtt emberként kezeli az üzletépítőit. Tehát nem azáltal akarja motiválni, hogy különböző kötelezettségeket támaszt, ha nem hozol ennyi forgalmat, akkor visszaesel, kezdheted újra, stb. Hanem azt mondja, hogy figyelj, annyi terméket vásárolj, amennyire szükséged van, olyan tempóba építed az üzleted, amilyen tempóba szeretnéd, de annyi pénzt is fog keresni. Úgyhogy én egy másik oldalról közelítem meg az üzletet. Szerintem az MLM üzlet az úgy működik, hogyha valaki hall egy tájékoztatót, beszélnek neki a termékről, a lehetőségről, akkor ugye egy ilyen kellemes érzést tölti el. Tehát ez alatt azt értem, hogy úgy gondolja, hogy hoppá, akkor most tudok változtatni. Ezt én is meg tudom csinálni, én is sikeres lehetek. És ez valóban egy jó lehetőség. És ezt nagyon sok esetben nyilvánvalóan a cégek professzionális technikával elérik. És általában ez az érzés, ez addig szokott tartani, míg az illető haza nem ér. És ott elmondja ezt a lehetőséget a szüleinek, a feleségének, férjének, barátainak, akik azonnal biztosítják arról, hogy egyrészt ennek semmi értelme, másrészt erről abszolút alkalmatlan. Így működik az MLM üzlet mindenkinek. És hogyha visszaemlékszünk arra, amit az elején mondtam, akkor ez teljesen normális, hiszen a legtöbb embernek negatív tapasztalatai vannak az MLM üzlettel, mert pénzt vesztett, vagy valaki, akit ismer, az pénzt vesztett rajta, és mi akarja ettől óvni a szerettét. És az illető ott van, és nincs erre válasz. Tehát ez velünk is ugyanígy volt. Tehát amikor én hazajöttem Malajziából, és elkezdtem beszélni a közeli ismerősöknek arról, hogy figyeljetek, ganodermás kávéval fogunk foglalkozni, akkor mindenki biztosított arról, hogy ez a legbutább ötlet. Senki nem fog Európába gombás kávét inni. Tehát felejtsd el. És amikor én az üzletről beszélek, akkor arról szoktam beszélni, hogyha ugyanezzel a szituációval találkozik valaki, akkor mit kell mondani? Tehát mik azok az érvek az üzlet mellett, ami miatt igenis ezzel megéri foglalkozni, és ami a kétkedőknek válasz lehet. Ugye az első ilyen dolog, hogy egy olyan termékkel foglalkozunk, amire az embereknek szükségük van. A kávé az egy élvezeti cikk. A másik, hogy van egy olyan marketing terv, ami kötelezettségtől mentes, tehát nem lehet pénzt veszíteni. Itt a mi üzletünkben az illető egyetlen egy dolgot veszíthet, a szabadidejét. Azt a szabadidejét, amit erre az üzletre szánt. Semmi mást. Annyi terméket vásárolsz, amennyire szükséged van, olyan tempóba haladsz, amennyire szükséged van, minden képzés elérhető teljesen díjmentesen, interneten keresztül, tehát nem veszíthet pénzt. Tehát nagyon lényeges az is, hogy nem kell orvosnak lenni, nem kell természetgyógyásznak lenni, mert a cégnél van egy professzionális terméktámogatás. Tehát ugye Ázsiában mások a szabályok, mint itt Európában, ezekkel a termékekkel gyógyítanak, és a DX-en mögött áll egy 20 éves gyógyítói tapasztalat, egy adatbázis. Tehát bármikor mondhatom bárkinek, hogy figyelj, ne nekem higgyen, ne az én tapasztalatomra támaszkodjon, hanem kérdezze meg Malajziából, és elmondják neki. De abban a szerencsés helyzetben is vagyunk, hogy a Ganoderma, a DX-en termékeinek a fő alkotó eleme, az nem egy ilyen újdonsült csodaszer. Tehát ha valaki fölmegy az internetre, akkor több ezer oldalnyi független kutatási tapasztalatára rendelkezésre. Aztán nagyon lényeges dolog, nagyon lényeges válasz az üzlet mellett, hogy van egy kiváló logisztika. Tehát fölmegy valaki az internetre,
bankkártyával ki tudja fizetni a termékeket, másnapra itt van futásszolgálattal, vagy bemegy valamelyik lerakatba, megvásárolja, tehát abszolút könnyen az adott ország területein belül hozzá lehet jutni a termékekhez, és minden engedéllyel természetesen rendelkeznek ezek a termékek. Azt gondolom, amiben mindenki hiteles lehet, az a saját terméktapasztalat. Mert hogyha valakinek nincs üzleti múltja, viszont a termékkel pozitív a tapasztalata, és azt elmondja másoknak, ezt nem lehet megkérdőjelezni. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy nekem elmúlt ettől a kávétől a gyomorégésem, akkor ezt senki nem veheti el tőlem, ezt senki nem kérdőjelezheti meg. És akinek szintén gyomorégése van, annak azt érdekelni fogja ez a lehetőség. Tehát szerintem amivel mindenki tudja építeni az üzletét, mivel mi egy fogyasztói házat építünk, az maga a saját terméktapasztalat. És ugye tisztába kell lenni azzal, hogy egy olyan világot élünk, hogy az emberek nagyon utálják, hogyha el akarnak nekik adni valamit. Viszont nagyon szeretnek vásárolni. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ha valaki azon morfondírozik, hogy hát ő tudná-e csinálni ezt az üzletet, akkor csináljon egy nagyon egyszerű tesztet. A teszt a következőképpen néz ki. Nem beszélek senkinek a termékről, és nem beszélek senkinek az üzleti lehetőségről. Azt mondom, hogy ezt a tesztet mindenki tudja csinálni. Viszont elkezdem fogyasztani a terméket nyilvánosan, és nem beszélek róla. Tehát ha valakinek van egy munkahelye, bemegy a munkahelyére, és elkezd inni ezt a kávét, és nem beszél senkinek róla. Mi fog történni? Meg fogja kérdezni az ismerősei, vagy a kollégái, hogy hát figyelj, miért ezt a kávét iszod? És nagyon fontos, hogy ilyenkor nem szabad átkapcsolni bemutató üzemmódba, és elővenni a termékkatalógust, vagy a belépési nyilatkozatot, vagy megmutatni a weboldalt, hanem a kérdésre kell válaszolni. Figyelj, azért hiszem ezt a kávét, mert ettől elmúlt a gyomorégésem. Vagy ami nekem pozitív tapasztalat. Tehát ez nagyon fontos, hogy arról beszélek, hogy nekem miért jó ez a termék. És nem arról, hogy neki miért lehet jó ez a termék. Akinek nincs munkahelye, annak még van néhány nagyon egyszerű javaslatom, hogy tesztelje, hogy ő tudja ezt csinálni. Ha elmegy az ismerőseivel kávézni, akkor kérjen egy csésze forró vizet. És fogyassza ezt a kávét. És ne beszéljen róla. És meg fogják kérdezni, hogy hát figyelj, miért ezt a kávét iszod? És nem átkapcsolok bemutató üzemmódba, hanem a kérdésre válaszolok. Azt gondolom, hogyha valakihez érkezik egy vendég, akkor meg szokta kínálni kávéval. Kínálja meg ezek után is egy hagyományos kávéval, ne DX-es kávéval. És ő pedig így a DX-es kávét. És a vendég meg fogja érezni, hogy mi ez a kávé, te miért ezt iszod. Ja, tudod, nekem gyomorégésem volt, és ettől elmúlt. És őt is érdekelni fogja, hogyha van hasonló problémája. Tehát nagyon lényeges, hogy nem eladni, hanem megmutatni. És akkor mindenki meg tudja tapasztalni, hogy az embereket nem a termék érdekli elsősorban. Az emberek többségét nem az MLM-es üzleti lehetőség érdekli elsősorban, hanem a megoldás. És ez egy nagyon nagy különbség. Ha valaki eljön hozzám és arra panaszkodik, hogy neki ez az üzlet nem működik, akkor 99%-os biztonsággal meg tudom neki mondani, hogy ennek az az oka, hogy túl sokat beszél. Mindent el akar mondani. Ott az embereket csak egy apró dolog érdekli, az, hogy miért is lehet jó neki ez a dolog. És ezt a legjobban úgy tudom bemutatni, hogyha saját példámról beszélek. Tehát nem róla, hanem magamról. Nekem. Én miért foglalkozok ezzel az üzlettel? Én miért fogyasztom ezt a terméket? És majd eldönti azt, hogy a számára is érdekes-e ez a lehetőség, érdekes-e ez a termék. Azt gondolom, hogy a legnagyobb probléma, amit az emberek elkövetnek, és emiatt utálják nagyon sokan ezt az üzletágat, hogy elfelejtik, hogy az MLM üzleten kívül is van élet. Tehát bejönnek egy ilyen üzletbe, és mindenkit be akarnak szponzorálni. Mindenkinek meg akarják mutatni a terméket, és mindenkire rá akarják nyomni ezt a lehetőséget. Holott az MLM-en kívül is van élet. Nagyon fontosnak tartottuk mi azt, hogy nem akartuk az összes barátunkat behozni. Nem akartuk az összes ismerősünknek megmutatni ezt a dolgot. Megmutattuk azt, hogy mi mivel foglalkozunk. És akiket érdekelt ez a lehetőség, azok jöttek maguktól. És ezért nem mennek át a másik oldalra a barátaink. Ez egy nagyon fontos dolog. Én azt gondolom, nem lehet egy MLM üzletet csak a pénzért csinálni. Sokkal fontosabb dolgok is vannak ennél. Akkor érezheti magát valaki igazából jó egy üzletben, hogyha tud azonosulni azzal az értékrenddel, amit a cég képvisel, tud azonosulni azzal az értékrenddel, amit azok a vezetők képviselnek, akik abban az üzletben vannak. Ugye az MLM üzletnek az ígérete, a legnagyobb ígérete a passzív jövedelem.
tehát nem árt megnézni, hogy a vezetők jövedelme az miből van. Nagyértékű kezdőcsomagokból, vagy pedig egy stabil fogyasztói hálózatban. Én azt szeretném kívánni mindenkinek, hogy megtalálja azt a lehetőséget, amiben a legjobban érzi magát. Én mindig azt szoktam mondani a csapatomnak, a tagjainak, hogy nagyon fontosak a célok, nagyon fontosak az eredmények, de mégis a legfontosabb az, hogy jól érezzék magukat az üzletben.